Az elmúlt évek statisztikái alapján a kézház kivitelezés még mindig háttérbe szorult építkezési forma a hagyományos téglaházak építéséhez képest Magyarországon. A kézház építésnek két előnye van, a gyorsaság, valamint a legfejlettebb energiahatékonysági szint elérése. Tavaly a 150 megrendelés közül országszerte 5 kézházat építettek, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építészkamara elnöke. Inkább klasszikus értelemben a társasházak világa az, ahol a kézházak úgy Budapesten, mint a vidéki nagyvárosokban mértékadó kínálati lehetőségként megjelentek. A mi világunkban, vidéken, Nyíregyháza vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább jellemző a nem kézházas világ, és aki például családi ház építésre szállja el magát, az majdnem biztos, hogy telket vásárol, mesterembert keres, külön kőművest, külön ásmestert. A lakások áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése azonban a kézház megrendeléseknek a számát is megsokszorozhatja. Az általunk felkeresett szakember elmondta, az előző évben heti 6-7 komoly érdeklődőjük volt, ezzel szemben csak 2016-ban már 100 ajánlatkérő érkezett hozzájuk. Ezen érdeklődőket két-három, inkább három csoportba tudnánk osztani, olyan szempontból, hogy vannak, akik még csak az érdeklődés kezdetén állnak, ezek vannak nagyobb számban. Vannak azok, akik konkrétan már elképzelésekkel, tervekkel, valamint telekkel érkeznek hozzánk, és van a harmadik kategória az, akik már a bankból egyenesen idejönnek, és tudják a pénzügyi fedezetüket felmutatni, hogy milyen ütemben és mennyi áll rendelkezésükre. A megyei építészkamara elnöke mindehhez hozzátette, sok esetben a szakemberek hiánya okozza a problémát az építkezéseknél. A válság idején külföldre költözött munkatársak helyei ugyanis gyakran még mindig üresek.